A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Számos népszokás és hiedelem kapcsolódik az ünnephez, mint például az időjárással kapcsolatos jóslások, lakomák, bálok és vásárok. A Patronus Szociális Szövetkezet hétvégén a Márton naphoz kapcsolódó termelői piacot szervezett a Buzatéren. Most a karácsony közeletével meghívtuk a kézműveseinket is, akik péntekenként szoktak ugye a Kossuth téren, illetve a Mecsekáruház előtt értékesíteni a portékájukat, és készültünk egy kis libás girosszal. A Napforduló Egyesület hozta nekünk Alsó-Szentmártonból, illetve libás termékekkel érkeztek a szokásos, ugye, akik itt vannak minden szombaton, az őstermelői. Az Alsó-Szentmártoni Napforduló Egyesület a mély szegénységben élő, a társadalom perifériájára szorult családok életkörülményeinek javítása, a hagyományápolás és hagyományőrzés, valamint az esélyegyenlőség megteremtése érdekében fejti ki tevékenységét, mivel településük névadó szentje is Márton, igazi csemegékkel készültek. Mártonnapi napra szerettünk volna egy új dolgot nyújtani, hogy a liba húsból készítjük el a gyroszt. És van is egy neve, ami ott látható a plakáton, a kollégámnak a szerkesztése, úgyhogy azt lehet látni. Jöttünk, melegen készült még a pönya, ami nálunk ugye a cigánykenyér zsírral. Úgyhogy azzal készültünk, és akkor a gyerekprogrammal is, ilyen Márton napi libás műsorral készültünk a mai nap. A Pécs Bike Mafia célja, hogy havonta közösségi főzés keretein belül adomány alapanyagokból több mint századag tartalmas melegételt készítsen, és két keréken kiszállítsa azt az arra rászoruló családoknak lelkes önkéntes segítők bevonásával. A mai nap születésnap, hiszen 5 évesek vagyunk, a mai nap zöldséges csirkeragút főzünk, és süti adomány vásárt hirdettünk, hogy népszerűsítsük a tevékenységünket, és minél több ember figyelmét felhívjuk arra, hogy milyen jó segíteni, és hogy egyszerű dolgokkal is tudjuk segíteni egymást. A hiedelem szerint, aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik. Márton az új bor bírája is, ilyenkor ugyanis már meg lehet kóstolni az új bort.